Szeretett testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részének 26. versétől következik 32. verssel bezárólag az ige. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és ime betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Elővezetik őket. De milyen képmutató módon bánnak, félnek a néptől óvatosan, mint akik udvariasan vezetik be őket a nagy tanács elé. Micsoda különbség, ahogy a nagy tanács viseltetik, meg ahogy ezek az egyszerű emberek, Jézus tanítványai őszintén végzik a szolgálatukat. Észre lehet venni ezt a különbséget. Oda jutnak a nagy tanács elé. Ott már nincs a nép, hanem lehet szigorúskodni. Megtiltottuk nektek, hogy annak a nevében szóljatok. Ki se ejtik Jézus nevét, nézzétek, itt kétszer is előjön, azt mondja, ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. De még miért kérdezik meg, hogy rájuk akarják hárítani? Hát kitélték el Jézust? Hát nem a nagy tanács hozta azt az ítéletet, hogy halált érdemel? Hát onnan indult ki minden, hát ők vitték Pilátushoz, és utána jött a kereszthalál. Az apostolok így válaszolnak: Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek. És ezzel ők egy olyan alapvető mondást tesznek, ami aztán megáll később is, hiszen a Bibliában ott van, hogy engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és igen, ez a hívő ember feladata, hogy engedelmeskedjen a felsőbb hatalmasságoknak, de addig a határig, amíg ez az engedelmesség Istennek való engedetlenséget nem jelent, inkább az Isten szavának kell engedni, mint az emberi szónak. Tehát itt nagyon világos, amit kimondanak, hogy nem tehetjük, Istennek kell inkább engedelmeskednünk. És milyen szeretete Istennek? Gondoljátok el, hogy a nagy tanács, mondtam már a múltkor, hogy hogy juthatott volna Péter és János, és talán itt több apostolról is szó van, mert apostolokat csuktak be itt, nem csak a kettőről. Hogy juthattak volna ezek a nagy tanács színe elé? Mikor hívták volna össze a nagy tanácsot, hogy szeretnénk elmondani Jézusról az üzenetet?
de hogy Isten szeretete fölkínálja másodszor is a nagy tanács tagjainak, hogy hallják a feltámadás örömhírét, és az üdvösség ajándékát. Testvéreim, nagy szeretete Istennek, amikor elkészít alkalmat. Az már más kérdés, hogy megragadja valaki, vagy pedig nem. És engem egy fiatalkori barátom, akit segítettem, én is fiatal voltam akkor a teológia felé, és ő aztán lelkipásztor lett, de nagyon messze kerültünk egymástól, és leányától tudom, most már nyugdíjas, hogy nincs új élete Krisztusban, nem született újonnan. És az utóbbi fél évben, 30-40 év kihagyás után másodszor is felhívott. És hogy 3-4 órát beszéltünk telefonon, és most üti meg a figyelmemet, hogy ember, hát légy szíves fölfigyelni, hogy Isten készít alkalmat arra, hogy szeretettel, úgy, ahogy barátság köt össze, vagy fiatalkori barátság benneteket, szólj neki, azért, mert lelkipásztor, azért neki is újonnan kell születnie, hogy örök élete legyen. Ő készít alkalmat, és próbálok is figyelni rá, segítsetek, imádkozzatok ti is, hogyha alkalom adódik újra, akkor vegyem észre, mint ahogy Élinek észre kellett venni, hogy Sámuelt az Úr küldi oda hozzá. Nem azért, hogy csevegjenek, nekünk sem csak azért, hogy úgy elfedve a lényeget. Hát életről, megtartatásról van szó. És azt mondják az apostolok, tanúi vagyunk ennek, és a Szent Lélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Így tettek bizonyságot a nagy tanács előtt.